Jó estét kívánok, hétfő este 6 óra van, ez pedig itt a Gyöngyös, ma a közéleti magazin műsorunk. Beszélgettünk már az elmúlt időszakban arról, hogy volt egy civil kerekasztal, ennek van egy küldetése. Most pedig lesz egy folytatása, és itt van velem Aradi Mária, aki szintén kulcsember ebben. Szia Marci! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! Már még egyszer arról ne essék szó, hogy hogyan értékeled a múltkori kerekasztalt, mert arról már beszéltünk. De arról, hogy szükség van egy újabb fordulóra, és ez most 23-án csütörtökön lesz, erről viszont ma beszélgetünk. Mi lesz egészen konkrétan ennek a mostani célja? Tehát már megalakultunk, és vannak, akiket még nem értünk el. Az e-mail címünkre remélem, hogy minél többen jelentkeznek, akiket még nem értünk el, és reméljük azt is, hogy nem csak azokat érjük el, akik Gyöngyösön civil szervezetek, hanem akik máshol civil szervezetek, de Gyöngyösön tevékenykednek. Mi mindenkit várunk a csütörtöki alkalomra, 23-án a civil fészekbe, a Mátra Honvéd kaszinó zöld termébe, mert 17 órától, tehát 5 órától este 8 óráig egy 3 órás úgynevezett szervezetfejlesztési napunk lesz, amikor a civil szervezetek vezetői, aktivistái, elnézést, ezt a szót használom, de kiizzadják magukból azt, hogy milyen jövőképet képzelnek el Gyöngyösön, milyen civil jövőképet képzelnek el. Erről még fogunk beszélgetni, de most akkor utaltál valamire, amire én reflektálnék, vagy visszakérdeznék. Azt mondtad, hogy minél több olyat vártok, aki még nem kapott meghívást, vagy igen, aki igen. Kapott és tudja, igen. Aki nem kapott és jelentkezni szeretne, az hogy teheti meg, hogy jelentkezzen erre a csütörtöki délutánra? Szeretném, hogyha tehát akár a közösségi portálon elér minket, akár minden létező fórumra, ahová csak lehetett, kitettük a meghívónkat, azon is rajta van az e-mail címünk, de az e-mail címen keresztül tudnak jelentkezni, és akkor így felvéve a fonalat már tudom küldeni az anyagokat. Kedves nézőink, láthatják is a képernyő alján ezt az e-mail címet, tehát lehet jelentkezni még a csütörtöki programra. Céljáról még nem beszéltünk. Itt utaltál egy érdekes szóra, szervezetfejlesztés. Igen. Ez mit jelent, hogy szervezetfejlesztés? Hát ugye amikor egy pár ember szeretne egy közös célért dolgozni, először is meg is határozza a közös célt, és akkor utána ezért szeretne valamilyen közös munkát végezni, az valamilyen keretben kell, hogy történjen, amit együtt meghatároznak, hogy mégis milyen szabályok mentén alapján hozzák meg a döntéseiket. Ez egyfajta új szervezet, ami kialakul, a Gyöngyösi Civil Kerekasztal munkacsoportjai, és ennek a folyamatnak az első állomása lesz ez a csütörtöki. Említetted, hogy nem kevés civil szféra van. Talán a múltkori adásban utaltál is rá, hogy egész magas, igen, 200 igen. fölötti igen, a igen. száma. Viszont az, hogy ez egy plusz feladat. Uh-huh. Tehát mindannak, aki vállal egy civil szervezetet, uh-huh. ez egy társadalmi szerepvállalás. Ez mindenképpen család mellett, munka mellett. Bizony, tehát bizony. Olyan tevékenységek mellett zajlik, ami egyébként is épp elég terhet ró a személyre. Igen. Most akkor, aki ezt bevállalja, annak mégis megéri csinálni, vagy mégis szívesen teszi. Mivel találkozol te ilyen tekintetben? Nagyon jó, amit mondasz, Gábor, és tényleg így van, hogy azok az emberek, így Gyöngyösön is nyilván mindenhol, de így Gyöngyösön különösen nagyon hálás vagyok azért, amikor egy civil szervezeti vezető vagy egy aktivista úgy, ahogy mondod, munka mellett, család mellett odaáll, és csinálja azt, amit éppen csinál szívből, önzetlenül, szeretettel. És akkor ezek után jövünk mi, és azt mondjuk, hogy oké, de mint civil vezető vagy civil aktivista, még a Gyöngyösi Civil Kerekasztalban is gyere el dolgozni. Ez olyan, mint amikor még egy lapot húzunk, amikor már egyébként is, de ettől függetlenül azok az emberek, akik a civil vezetők, azok vannak benne Gyöngyös vér keringésébe, ők látják azokat a felmerült, a szervezetük működése során felmerült problémákat, amit közösen összefogásban sokkal könnyebb lenne megoldani. Tehát igaz, hogy le kell mondani még megint plusz erőről, időről, oda kell állni, tenni kell, de a másik oldalon én azt gondolom, hogy lesz egy olyan pozitív hozadéka ennek a történetnek, amiért megéri. Ugye. Ez most a plusz feladat. De mondja ez a mondás, hogy egységben az erő. Így van. Tehát ez lenne a cél. Ez lenne a cél, hogy összetömörítsétek az egészet, és mindig legyen egy eszmecserés
klub, vagy egy fórumszerű találkozó. Hát igen, ez fontos. Rengeteg olyan dolog van, tehát a közös eszközök beszerzése, adott esetben közös konzorcium útján történő pályázatoknak a megnyerése, lehet ilyen például a gyűjtőhonlapnak és a közös menedzselésnek a rendszere, a rendezvény összesítő, aminek a folyamata már elindult. Rengeteg olyan apró dolog van, amiben az összefogás ereje azért később, azért annak a civil vezetőnek ad is, nem csak elveszi az idejét. Itt nagyon sok emberről beszélünk. Az, hogy most beülünk és így meghallgatunk egy előadást, ez is érdekes lehet. Egy darabig. De utána megint akkor jó, hogyha mint az osztályokban vagy iskolákban, hogy kisebb csoportokban dolgozgatunk, ezt munkacsoportoknak nevezzük. Így van, ez lesz most. Nálatok, ez most alakulóban van, jól vettem ki a szavaidból, hogy ez lesz most a csütörtöki küldetés? Így van, ezért is lesz egy kicsit hosszabb, tehát 5-től 8-ig fog tartani, és természetesen ehhez szakember segítséget kértünk, aki ezt moderálja majd, hiszen azok az emberek, akik a kultúrával foglalkoznak, azok jobban tudnak ebben a gondolatcsoportban döntéseket hozni, döntéseket előkészíteni, hiszen az önkormányzati döntés előkészítésben is részt vehetünk. Akik a sporttal foglalkoznak, akik a szociális területen vannak, akik az idegenforgalom területén vannak, tehát hogy igazából az azonos érdeklődés mentén is születhetnek nagyon fontos dolgok, és van olyan, amikor a munkacsoportokat meg kell keverni, mert amikor nem egy bizonyos vonal mentén kell döntést hozni, hanem ámblok, akkor meg lehet, hogy az, hogy új emberekkel beszélgetni, új nézőpontokat látnak meg, ez inspirálóvá válik. Meg áttekinthetőbb. És áttekinthetőbb kisebb csoportokba kétségtelenül. Említettél egy előadót, vagy moderátort, aki ennek az egésznek a mozgatója lesz csütörtökön kijön. Igen. Szalai Csaba, aki coach, és ezen kívül tréner is, valamint szervezetfejlesztő szakember. És ő próbál nekünk segíteni olyan formában, hogy tényleg vezetve legyen ez az egész este, és kialakuljanak azok a közös érdek mentén meghozott döntések, ami segít majd ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Jó, még ehhez egy kérdést engedj meg gyakran. Van erre esély, vagy terveitek szerint gyakran fogtok találkozni? Mindenképpen. Egy ilyen jellegű civil kerekasztal találkozókat szerveztek? Mindenképpen szeretnénk, hogyha tényleg legalább havonta össze tudnánk jönni, mert nagyon sok a feladat. Nagyon sok a feladat, és ahhoz, hogy ezt tényleg tartalommal tudjuk feltölteni, hogy ne csak kipipáljuk, hogy van egy civil kerekasztal, hanem az érdemben tudjon eredményeket elérni, ahhoz igenis össze kell jönni, főleg az első időszakban havonta. Hogy mikor ezt az ott létrejövő csoportban lévő személyek, illetve akik e-mailbe bejelentkeztek, hogy nem szeretnének az első alkalommal ott lenni, de a későbbiekben szeretnének becsatlakozni, őnekik is nyilván meg fogjuk írni az időpont lehetőséget, és akkor megszületik majd az, amikor meg tudjuk tartani. A múltkori után egyébként kaptál visszajelzéseket? Igen. Sokat. Mondasz egy pár olyat, ami megmaradt úgy benned, mert fontos a tovább gondolkodás miatt. Nagyon-nagyon érdekes volt, hogy volt, aki egyértelműen azt mondta, hogy szeretném magam kihúzni ebből a történetből, és ezt tudomásul kell venni. Van, aki azt mondta, hogy nem szeretne részt venni ebben a kerekasztal munkában, de az információkra igényt tartana, és azt hálásan köszöni. Ilyenből több is volt. Volt, aki azt mondta, hogy azért jön el most csütörtökön, mert a saját szervezetfejlesztését is talán jobban tudja akkor majd látni, vagy jobban fogja tudni megítélni, hogyha itt részt vesz egy ilyenbe. Akkor volt az is, aki egyértelműen megmondta, hogy olyan szinten leterhelt, hogyha ez plusz feladatot jelent, akkor nem szeretne eljönni. De hogyha ez később jó lehet neki, akkor lehet, hogy mégis kíváncsi. Tehát, hogy igény van rá, az fix. Igen. Tehát ezt találhatjuk. Igény is van rá, meg kíváncsiság is van az emberekbe, és én szeretném, hogyha ezt a megelőlegezett bizalmat, mert azért amikor valaki eljön, azért lássuk be, hogy megelőlegezi a bizalmát. Uh-huh. Én szeretném ezt megszolgálni azzal a fajta koordináló munkával, amit így az Élmákkal, meg a Mátra Honvéd kaszinóval ide teszünk ehhez. Hát el kell kezdeni dolgozni, ez így indul el. Igen. És akkor kapcsolódjunk. Egy kapcsolódáshoz. Ugye tavaly már májusban nagy sikerrel tartott egy rendezvénysorozat, aminek az volt a neve akkor, meg most is az, hogy kapcsolódások napja. Igen. Ez több komponenses. Azóta már volt még egy, meg most lesz még egy. Igen. De már ha itt vagy, akkor ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy beszéljünk róla, mert ez áprilisban lesz. Április 29-én szombaton, és a víz
a víz lesz az a varázsszó, amikor építjük majd ezt a napot. Én hiszem azt, hogy már várják az emberek, legalábbis így jelentkeztek nagyon-nagyon sokan. Ugyanúgy a postaparkba és a könyvtár udvarba készülünk, egészségügyi szűrések is lesznek, kiállítás is lesz, egy fantasztikus program együttessel is készülünk, ami szerintem gyöngyösen nagy pot fog felkavarni, és a postaparkban ugyanúgy lesz növénycsere program, ugyanúgy lesz kiállítás, kerekasztal beszélgetés a vízzel kapcsolatosan, fantasztikus. Úgy érzem, hogy fogunk mi még erről beszélni. Igen, 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 akusztikus koncert is lesz, nem akusztikus koncert is lesz, a fiatalok oda azt gondolom, hogy nem csak a piknikre fognak menni, illetve érdekes, hogy azon a hétvégén lesz a 24 órás vetélkedő, és összefogtunk a fiatalokkal, és az egyik állomás mi leszünk, de lehet, hogy ez titok, és most elárultam. 22. a földnapja, 29. most akkor stílszerűen kapcsolódik a földhez, hogy a víz fontossága. Minek a fontossága? Hogyan képzelitek el ezt a tematikus napot? Mert hogy a víz folyadékfogyasztásra ösztönzik most a iskolásokat, mert ez a vízivás világnapja, és minél többet vigyázzunk az élőhelyeinkre, de akkor most vázoljuk fel, hogy amikor ez a koncepció megszületett, hogy a kapcsolódások napja erről fog szólni, akkor hogyan állítottátok össze ehhez az egész napot? De ahogy te is mondod, hogy azt mondják, hogyha valakinek 10%-kal csökken a folyadék mennyisége, 30%-kal esik a munkabírása is. Tehát maga, a hidratáció nagyon fontos. Igen, maga az élettani szervezete. De hogyha megnézed, a föld 70%-a víz, a szervezetnek a 70%-a víz, és a víz a kommunikációs elemünk is. Lesznek táncok a vízről, zenék a vízről, lesznek, mondom, olyan kerekasztal beszélgetés, ahol a víz fontosságára olyan szempontból nézünk rá, hogy például a csapadékvízelvezetés, a földvédelme, vagy egyáltalán, tehát ilyen módon... Tehát a környezetvédelmi szempontok is. Igen, ezek a kék-zöld szempontok is, illetve hogy ezt hogy lehet a fiatalok világába beintegrálni. Rengeteg olyan minden lesz, ami a vízzel kapcsolatos. Én bízom benne, hogy még pígóca bemutatót is tudok majd hozni, ez remélem, hogy sikerülni fog. És az a célunk, hogy akkor ezen az alkalmon egy kicsit fókuszáljunk arra, hogy nézzünk rá a dolgokra, egész pontosan a vízre úgy, mint eddig soha. Használjuk a parkokat úgy, mint ahogy eddig meg nem szoktuk. És nézzünk egymásra, kapcsolódjunk egymáshoz úgy, ahogy eddig meg nem szoktuk. Azt mondták az előző rendezvényeink végén, hogy egy ilyen szeretett burok volt körülötte. Jól sikerültek valóban. És mi erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és bízom benne, hogy most is ugyanígy fog sikerülni. Ide is vártok olyan szakembereket, vagy szakmai előadóikat, akik tényleg hitelesek mellett a történet mellett? Igen, abszolút. Igen, abszolút. A www.kapcsolódásoknapja.hu oldalunkon, illetve a közösségi portálunkon folyamatosan minden egyes előadót, minden egyes meglepetésről naponta fogjuk lehúzni a fátylat, mire elérünk a rendezvényhez. Tehát akkor ezt úgy vélem, hogy egészen a picitől a nagyig, ugye? Tehát úgy van felépítve, hogy mindenkinek jut a jóból. Én azt gondolom, hogy igen, gondolunk arra, hogy gyöngyösen mindenki megtalálja azt, amiért érdemes lesz neki eljönnie. Említetted, hogy hogy fogjátok ezeket mozgatni, tehát hogy milyen platformokon fogjátok meghirdetni, és van-e valami még, ami nagyon fontos a nézőknek e szempontból, azon kívül, hogy várják, tudják, hogy lesz, van-e valami olyan, amire esetleg regisztrálni kell, vagy már most felhívnád szívesen a figyelmet, mert előfordulhat? Hát a legfontosabb az, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy egyáltalán mondhatom. És hogy amikor valaki hallgatja, hogy van Gyöngyösön gyöngyösi civil kerekasztal, van a kapcsolódások napja, akkor belül legyen egy kicsit büszke, ha szabad ilyet kérnem, és amikor vannak rendezvények, jöjjön el, ne gondolja azt, hogy majd mások, jöjjön elő, és érezze meg, lássa meg azt azokat a lehetőségeket, amit próbálunk megteremteni. Mert nagyon sokan mondják azt, hogy nem vagyunk elég cselekvőek Gyöngyösön, de mi fogunk úgy dönteni, hogy azok leszünk mégis. Hát tapasztalják meg. Azt hiszem, hogy most csak erről beszélgettünk. Civil szervezet, igen, nagy találkozó, kapcsolódások napja, vízről, tematikusan. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.